Románia szinte teljes területén kitart a kánikula. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint harmadfokú riasztás van érvényben. A nappali csúcshőmérséklet akár a 41 fokot is elérheti. Tombol még a kánikula. Továbbra is kitart a hőségriasztás Románia szinte teljes területén. A legnagyobb hőségre Arad, Temes, Krassószörény, Mehedinc, Dolzs, Olt, valamint Teleormán megyében lehet számítani. A nappali csúcshőmérséklet akár a 41 fokot is elérheti, helyenként pedig az éjszakai minimumok sem csökkennek 26 fok alá. Pénteken másodfokú hőségriasztás van érvényben, Bukarestben, Szeben, Hunyad, Fehér, Bihar megyékben, de Ilfov, Gyurgyu, Dömbovica, Árgyes, Völcsa, Gorzs megyéket is narancssárga színnel jelölik. Itt a hőmérséklet a 38-39 fokot is eléri, éjszaka pedig 21-22 fokig hűl a levegő. Az ország többi megyére, Konstanca és Tulcsa megyéket kivéve, elsőfokú sárga jelzésű hőségriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hőmérséklet páratartalomindex meghaladja a kritikus 80 egységet. Előrejelzések szerint, a középtávú előrejelzések szerint még az elkövetkező egy hét, tehát az augusztus 20-áig fog tartani ez a riasztás. Tehát ország teljes területén az átlag, sok éves átlaghoz képest melegebb napok várhatóak. Aztán majd, ahogy haladunk szeptember irányába, egy picit mérséklődik, de mindig még az átlag fölött lesz a hőmérséklet az elkövetkező pár hétben. A meteorológusok a fokozott légköri instabilitásra vonatkozó elsőfokú riasztást is kiadtak, péntek déltől egészen 21 óráig. A riasztás szerint heves szélökésektől és villámlásoktól kísért felhőszakadások várhatóak, elszórtan szélvihar, jégeső is előfordulhat. A csapadék mennyisége négyzetméterenként akár a 15-20 litert, helyenként 30 litert is elérheti.